Több ezer ilyen készfertőtlenítő eszköz van a kórházban. Az osztályokon dolgozó nővérek egy 12 órás műszak alatt akár 100 alkalommal is használják. Szükség is van rá, hiszen ezzel elkerülhetőek a kórházi fertőzések. Több ezer ilyen készülék van. Minden osztályon, minden járóbeteg ellátó helyiségben ezek el kell, hogy érhetőek legyenek, és elérhetőek is. Így kell megtenni a jobb kezet. Ez pedig már az idei készhigiénés maraton. A versenyben a kórházi osztályok vesznek részt, a cél pedig az, hogy minél tisztábbak legyenek a kezeik a mindennapokban. A programot minden évben a május 5-i készhigiénés világnap kapcsán szervezik meg a kórházban. 5. hó 5-e, mert ez a 10 leggyakoribb oka a kórházi fertőzéseknek. És erről szól ez a nap, hogy a kórházi fertőzések megelőzésének emeljük ki ennek a fontosságát, hogyha a kezeink tiszták, Szemmelweis szóta tudjuk, hogy a kezeinek tisztáknak kell lenni, akkor kevesebb lesz, vagy akár meg is szüntethetjük a kórházi fertőzések nagy részét. A nap folyamán a kórház dolgozói egy speciális géppel ellenőrzik, hogy mennyire hatékonyan fertőtlenítik a kezüket, és egy témával kapcsolatos kvízt is kitöltenek. Itt többek között olyan kérdésekre is válaszolniuk kell, hogy hány másodpercig tart a helyes kézfertőtlenítés folyamata, vagy hogy milyen mozzanatok, momentumok szerepelnek a WHO irányelveiben. A beteg érintése előtt, a beteg érintése után, a szeptikus beavatkozás előtt, a környezet érintése után, és hogyha szennyeződött a kéz. Ezekben az esetekben kötelező a kézfertőtlenítés. A másik, hogy csináljuk jól. Az elmúlt években jelentős javulás történt az intézményben. Még 6 évvel ezelőtt 60% volt a megfelelőségi arány, ez már a 80% fölé kúszott. Az átlagos érték a világon e tekintetben 90% körüli, így a fehérvári kórház az élmezőnyben van. A dolgozók mellett pedig fontos, hogy a látogatók is fertőtlenítsék kezeiket, hiszen akár ők is vihetnek be az intézménybe kórokozókat.